Többek között nemzetközi és magyar slágerek, történelmi indulók, filmzenék, népdalfeldolgozások, valamint kortárs művek szerepelnek a Csíkszentsimoni ifjúsági koncert fúgószenekar repertoárjában. A formációt 2008-ban alapították önkormányzati kezdeményezésre 30 taggal. Napjainkra a létszám az utánpótlással együtt több mint 90 főre nőtt. Az együttes rendszeresen ad karácsonyi és újévi koncerteket, de emellett a zenészek időről időre megmérettetik magukat különféle szakmai fesztiválokon. Díjazták már őket kiemelt első hellyel és aranyminősítéssel is. A zenekart Sándor Árpád vezeti nagy odaadással, aki elárulta nekünk, hogy mindig örömmel érkeznek Makóra. A karmester arról is beszélt, hogy milyen pozitívumai vannak az ilyen találkozóknak. Olyan tapasztalatokat lehet gyűjteni, amit máshol nem, mert a környékbeli zenekarokat ismeri most már az ember, de elmegy egy nemzetközi fúvós találkozóra, jönnek olyan zenekarok, akiket még nem hallott, új kapcsolatokat lehet létesíteni, eszmecserék, kottákcserék, karmesterek egymással konzultálnak, zenekari tagok, barátságok jönnek léte, és mondom, nem utolsó sorban, meghallgatjuk egymást. Látjuk azt, hogy honnan indultunk, hova kellene fejlődni az a zenekar, miért szól ilyen jól, mik a lehetőségeink, igyekszünk minél több ilyen helyre elmenni. És köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, meghívtak. A zenekarban muzsikál Kanabé Dávid is, aki megosztotta velünk, annak ellenére, hogy nem hivatásos zenésznek, hanem szakácsnak tanul, mindenképpen szeretne kitartani az együttes mellett, hiszen sok jót köszönhet ennek a csapatnak. 2012-ben csatlakoztam a zenekarhoz, a testvérem Artól, mert már egy éve benne volt, hamarabb, mint én, és mondta, hogy menjek, és megtetszett nekem is. Oda mentem, és Árpád adott egy tenorkürtet, még azt sem tudtam mihoz, kicsike voltam, nagyobb volt a hangszer, mint én. És nagyon, nagyon szeretek ide járni, mert úgymond egy család a zenekar. Árpáddal nőttünk fel. A jeles eseményen dr. Csikota József, a fúvószenekarok és együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetségének az elnöke beszédében kiemelte. A zene egy olyan egyetemes közvetítő eszköz, mely képes arra, hogy összehozza az embereket, és ezt a célkitűzést ezúttal is sikerült megvalósítani. Hozzátette, jövőre a 30. jubileumi találkozóra egy nagyszabású rendezvénysorozattal készülnek. A fesztivál résztvevői augusztus 20-án a Hagymaházban egy gálaműsort adtak, melyről keddi híradónkban láthatnak egy összeállítást.